Mint ahogyan arról már korábban mi is beszámoltunk, teljes állami támogatással mintegy 2,5 milliárd forintból valósul meg a Makovec könyvtár építése. A fejlesztés terveit még januárban mutatták be a nagy közönségnek egy sajtótájékoztató keretében. Itt elhangzott, hogy a jelenlegi épület nem alkalmas a felújításra, így ezt elbontják. Ennek helyére pedig egy modern, minden igényt kielégítő 1600 négyzetméteres, akadálymentesített, lifttel felszerelt kétszintes biblioteka létesül. Az idéglenes helyen már 2 hónapja megkezdték az előkészületi munkálatokat, hogy minél komfortosabbá tegyék azt az olvasóközönség számára. Úgy lesz átalakítva ez az épület, hogy a könyvtár működésének megfelelő legyen, internet hozzáférés, ugyanúgy a kölcsönzés zökkenőmentesen fog folyni, ugyanúgy fogunk tárlatokat, kiállításokat, előadásokat szervezni ezen az új helyen. Nem szeretnénk, hogyha az olvasóink elpártolnának tőlünk, sőt, inkább én örülnék neki, hogy akiknek most ez az épület lesz közelebb eső, azok odaszoknának hozzánk. Úgy látjuk, hogy a nyár folyamán is nagyon-nagyon sokan jönnek. Újságolvasás, folyóiratot nagyon-nagyon szívesen keresnek, illetve hát nagyon sokan visznek nyári olvasmányokat. A könyvtár igazgatójától megtudtuk, hogy a héten a raktárakat, majd a nagy könyvtár közel 80 ezres és a gyermek részleg mintegy 15 ezres kötetállományát fogják folyamatosan költöztetni a Galamb József Szakképző Iskola volt kollégiumába. A tervek szerint a Makovec Imre által tervezett új épületet az alapkőletétel után úgy másfél-két évvel vehetik birtokba a makóiak. Mindig nehéz egy ilyen időszak, amikor felújítás van, mert a megszokott helyre szeretnek járni az emberek. Én azt gondolom, hogy ezt a kényelmetlenséget kell vállaljuk. Nagyon-nagyon örülünk, hogy kapunk egy új épületet, amiben majd ugyanúgy együtt lesz a nagykönyvtár és a gyerekkönyvtár. Egy család közösen tudja majd igénybe venni egy hétvégi családi napra, vagy egy kikapcsolódásra. A szülők a lenti nagykönyvtárat, a gyerekek pedig fönt a gyerekkönyvtár tudnak majd foglalkozásokra, vagy előadásokra, vagy éppen csak könyvolvasásra eljönni hozzánk. Az intézmény szolgáltatásai augusztus 22-től szünetelnek, az idéglenes helyet várhatóan szeptember 1-től látogathatják a könyvtár használók.